Hello, ez a FASTECH. A részletes termékleírás előtt hadd mutassam be röviden a FASTECH Ethernet termékcsaládot és az Ethernet teljes megoldást. Előtte hadd mutassam be röviden a FASTECH Ethernet termékcsaládot. Itt van az Easy Servo nevű márka. Az Easy Servo egy zárt hurkú léptetőrendszer termékcsalád. És van egy Easy Step nevű márka. Az Easy Step nyílt hurkú mikrolépőrendszer termékcsalád. És van egy Easy Motion Link nevű márka. Az Easy Motion Link egy tengelyes mozgásvezérlő AC szervohajtáshoz. Végül az Easy IO márka egy digitális IO modul. Tehát a FASTECH Ethernet termékcsalád rendelkezik a zárt hurkú léptetőrendszer Easy Servo márkájával, a nyílt hurkú mikro léptetőrendszer Easy Step márkájával, az egy tengelyes mozgásvezérlő Easy Motion Link márkájú váltóáramú szervohajtásához, és a digitális IO modul Easy IO márkája. Vessünk egy pillantást az egyes termékmárkákra egyenként. Először is, az Easy Servo márka. Az Easy Servo márkának három terméke van, köztük. Easy Servo 2 Plue, a zárt hurkú lépcsőrendszer szabványos típusa. Easy Servo 2 Plue Mini, mini meghajtó típus. És az Easy Servo 2 Plue All, egy Elinon típus, amely egyesíti a motort, a nagy felbontású kódolót, a meghajtót, a mozgásvezérlőt és az Ethernet hálózatot. Ezután az Easy Step márka. Az Easy Step márka két termékkel rendelkezik, beleértve az Easy Step E2 Plue szabványos típusú nyílt hurkú mikro léptető rendszer, és az Easy Step E2 Plue Mini, egy mini meghajtó típus. Ezután az Easy Motion Link márka. Az Easy Motion Link márkának van egy Easy Motion Link Plue nevű terméke, egy egytengelyű mozgásvezérlő, amely közvetlenül csatlakoztatható különféle AC szervókhoz, mint például a Yaskawa és a Mitsubishi. Végül az Easy IO brand. Az Easy IO márkának van egy Easy IO Plue nevű terméke, amely digitális IO modul. Tehát a FASTECH összesen 7 Ethernet termékkel rendelkezik. Mivel többféle termék létezik, olyan teljes megoldást tudunk biztosítani, amely lehetővé teszi a léptetőmotor, az AC szervó és az IO modul vezérlését a számítógép szabványos Ethernet portján keresztül, külön mozgásvezérlő nélkül. Ez a teljes megoldások értelme. Eddig röviden bemutatom a teljes megoldás és a FASTECH Ethernet termékeinek jelentését. A 7 terméktípus közül szeretném bemutatni az Elinon típusú zárt hurkú léptetőrendszert, az Easy Servo 2 Plue All-t. Ezután az Easy Servo 2 Plue All bevezetése előtt a koreai piaci helyzet példájával szeretném elmagyarázni a FASTECH Ethernet termékeit. Amikor az ügyfél konfigurálja a gépet, a PCT vagy a PLCT különböző módon használják főmesterként. A koreai piacon ez a főmester általában egy ipari PC. Csaknem 70-80%-uk PC alapján állítja össze gépét. Ennek fő oka az, hogy a szoftverfejlesztési környezet rugalmas a gép vezérlésekor. Vagyis az elérhetőség jó. Részletesebben, mivel az ügyfelek könnyedén konfigurálhatják a gépi programokat Windows alapú programozási környezetben, közvetlenül csatlakozva egy Windows alapú számítógéphez, a koreai piacon a legtöbb vásárló inkább a FASTECH Ethernet termékeit használja és használja. Ezen kívül a világon a legelterjedtebb szoftverfejlesztési környezet a PC és a Windows alapú C++, C, C2-s kereszt, Visual Basic, LabVIEW stb. Így jó sokoldalúsággal rendelkezik. Ezért a FASTECH Ethernet termékek APT biztosítanak ezekhez a programozási nyelvekhez, így ideálisak az ügyfelek különböző szoftverfejlesztési környezeteihez. Ehhez hasonlóan a gép konfigurálásakor a FASTECH Ethernet termékeit megfelelő megoldásként használják a koreai piacon, és a hozzáférhetőség és a sokoldalúság fontos. Most a tényleges gépet használva példaként szeretném bemutatni az Ethernet termékfejlesztés fogalmát. Ez a gép igazítja az okostelefonban használt kameramodul lencséjét és érzékelőjét. Amint az a baloldali képen is látható, az ügyfél az Easy Servo 2 Plue 10 tengelyét alkalmazta, amely a zárt hurkú léptetőrendszer standard típusa és az 5 tengelyes AC szervó. A gép beállításakor előfordulhat, hogy a géphez váltakozó áramú szervomotor, léptetőmotor és IO modul szükséges egyszerre. A 10 tengelyes Easy Servo esetében az ügyfél közvetlenül csatlakozhat a számítógéphez az Ethernet porton keresztül, és vezérelheti azt a FASTECH által biztosított Windows alapú API használatával. De külön mozgatókártya szükséges az 5 tengelyes váltóáramú szervó vezérléséhez.
Az ügyfélnek két különböző szoftverfejlesztési környezetet kell konfigurálnia az Easy Servo és az AC Servo vezérléséhez. Ez nehézkes az ügyfél szempontjából, és a költségeket növeli egy különálló mozgótábla az öttengelyes AC Servo vezérléséhez. Ezen kívül hosszú és vastag húzalkötegekre van szükség, amelyek a váltóáramú szervóról a mozgáslapra vannak csatlakoztatva, és ez bonyolítja a kábelezést. A következő fejezetben diagramokkal magyarázom a részleteket. Amint azt korábban röviden kifejtettük, hagyományosan külön mozgatókártyára volt szükség a váltóáramú szervó öttengelyének vezérléséhez, és a bekötés bonyolult volt, mivel sok kötek hosszú vezetéket kellett csatlakoztatni a mozgástáblahoz a váltóáramú szervó-szervó interfész kábelén keresztül hajtás. Ez a kellemetlenség megoldható az Easy Motion Link Plue termékünk használatával. Az Easy Motion Link Plue egy Ethernet típusú, egy tengelyes mozgásvezérlő, amelyet úgy használhat, hogy a hálózati szervó meghajtó interfész csatlakozójához csatlakoztatja. Mint látható, például van egy Panasonic AC szervó meghajtó. A Motion Link közvetlenül csatlakoztatható a Panasonic AC szervó meghajtó szervó interfész csatlakozójához. A Panasonic AC szervohajtás szervó interfész csatlakozója 3M50 pin csatlakozó, és a legtöbb nagyobb AC szervó meghajtó is ezt a 3M50 pin csatlakozót használja. Mivel a Fastech Motion Link is ezt a 3M50 tűs csatlakozót használja, kompatibilis a legtöbb nagy váltóáramú szervó meghajtóval. A tűtérkép azonban minden AC szervó meghajtó esetében eltérő lehet. Például, ha a Yaskawa AC Servo szervóon jele 5, a Mitsubishi a 7. Számhoz van rendelve, de az interfész funkciója ugyanaz. Ezzel eltávolíthatja a bonyolult húzalozási köteget az AC szervóból a mozgáspanelre. Az Easy Motion Link egy tengelyes mozgásvezérlő használatával az ügyfél 5 tengelyes váltóáramú szervot használhat, csak Ethernet kommunikációs kábellel, külön mozgáskártya nélkül. Ezeket a Fastech által biztosított API-val szabályozhatja. Említettem továbbá, hogy két különböző szoftverkörnyezetre volt szükség az Easy Servo 10 tengelyének és az 5 tengelyes AC Servo vezérléséhez. Ha azonban az ügyfél Easy Motion Linket használ, akkor az 5 tengelyes váltóáramú szervó használható ugyanabban az Ethernet hálózatban és szoftverkörnyezetben, az Easy Servo API használatával. Más szóval, összesen 15 tengely működtethető egy programmal. Mutatok egy gyakorlati alkalmazási példát. Ez a példa a teljes megoldás koncepcióját alkalmazta, amely szerint a léptető motor, az AC szervomotor és a digitális I.O. modul egy Ethernet porttal vezérelhető, külön mozgásvezérlő nélkül. A Fastech Easy Servo 2 Plue, amely léptető motor, az Easy I.O. Plue, amely digitális I.O. modul, és az AC szervó kerül alkalmazásra. Mint látható, az Easy Motion Link, amely egy tengelyes mozgásvezérlő az AC szervohajtáshoz, közvetlenül kapcsolódik összesen 8 tengelyes AC szervóhoz. Az Easy Motion Linkát Ethernet portok segítségével Daisy lánccal kötik össze, és a Fastech Easy Servo 2 Plue és Easy I.O. Plue-éhez is csatlakozhatnak Ethernet kommunikáción keresztül. Az egyszerű kábelezéssel az AC szervót és az Easy Servot egyszerre egy Ethernet hálózat hajthatja meg. Ehhez a géphez az I.O. modul is csatlakoztatva van. Ilyen kis gépek esetén, ha az Easy Motion Linket használja, akkor a Fastech API-jával vezérelheti a váltóáramú szervó, léptető motor, I.O. modult. Nincs szükség külön mozgótáblára az AC szervóhoz. Csak egy Ethernet hálózattal vezérelheti. Ezért megtakarítható a költség, ha eltávolítja a szükségtelen mozgástáblát és csökkenti a húzalozást. Összefoglalva a termék fogalmát, a következő. Mivel a Fastech alapvetően Windows alapú API-t biztosít az Ethernet termékekhez, az ügyfelek a programozáshoz olyan fejlesztési nyelvet választhatnak, mint a C++, C, C2-s kereszt, Visual Basic, LabVIEW stb. Az API mellett GUI szoftver is rendelkezésre áll, és ingyenesen letölthető a Fastech weboldalról. Amint azt korábban említettük, a Fastech ingyenesen biztosítja az Easy Motion Plue és API for GUI szoftvert a Windows számára. Először is, a GUI szoftver ingyenesen letölthető a webhelyről. Ha belép a következő címre, és az egérmutatót a kezdőlap letöltés fülére helyezi, megjelenik a gyors letöltés nevű elem. Kattintson a tételre a terméklista megjelenítéséhez. A GUI szoftvert letöltheti az Easy Servo 2 Plue termékprogram gombjára kattintva a listában szereplő termékek között.
Ugyanezt a szoftvert más Ethernet termékek programgombjára kattintva is letöltheti. És azon az úton, ahol az EasyMotion Plue, a FastTech Ethernet GIA van telepítve. A példamapában ellenőrizheti a C2-s kereszt, C++ és LabVIEW példafájlokat, az Include mapában pedig az API-t. Referenciaként a C2-s kereszt 32 bites API szerepel az Include mapában, a C2-s kereszt 64 bites API az Includex 64 mapában. A C++ 32 bites API-ja az Includex 86 CPP mapában, a C++ 64 bites API pedig az Includex 64 CPP mapában található. Összefoglalva, egyetlen alkalmazás, különösen egy kis eszköz esetén a FastTech Ethernet termékei beépített mozgásvezérlővel rendelkeznek, így a mozgótábla szükségtelen az előzőekben leírtak szerint. A szabványos Ethernet hálózat használatával konfigurálhatja és vezérelheti a teljes gépet egy Ethernet hálózaton keresztül, beleértve a léptető motorokat, a szervomotorokat és a digitális I.O. modulokat. Ez a célja annak a teljes megoldásnak, amelyre törekszünk. A bemutató videóval megmutatom, hogy a léptető motort és a váltóáramú szervó, I.O. modult egy Ethernet hálózat vezérli, mint az előző alkalmazási példában. A FastTech Ethernet termékek 28 tengelye van, amely zárt hurkú lépcsőrendszer Ethernet szabványos terméke és 4 tengelyes AC szervó. Összesen 32 tengely léptető motort és AC szervót, valamint I.O. modult vezérelt egy Ethernet hálózat. A bemutatóban használt termékek a következők. Az EasyMotion Link olyan AC szervókra történő alkalmazásával, mint a Mitsubishi, a Panasonic, a Yaskawa és a Sanyo, összesen 32 tengelyt vezéreltek, beleértve az Easy Servo Tuplut és az AC szervót. Mint látható, az AC szervót és az Easy Servot egy hálózat és egy program vezérli. Nincs szükség külön mozgókártyára, és egyszerűen PC-vel működtethető. Eddig a FastTech Ethernet teljes megoldását vezettem be. A továbbiakban bemutatom az Easy Servo Tuplue Ault. Először is elmagyarázom az Easy Servo Tuplue Ault termék kombinációs modellnevét. A példamodellben a PEI jelentése beágyazott vezérlő Ethernet hálózattal, az OL pedig egy Elinon terméket, amely egyesíti a motort, a nagy felbontású kódolót, a meghajtót, a mozgásvezérlőt és az Ethernet hálózatot. 56x56 mm-es motorkarima méretét, L pedig a motor hosszát jelenti. A 10.000 PPR kódolóval ellátott termék. A BK azt jelenti, hogy a fék a motorhoz van rögzítve, a PN05 pedig azt jelenti, hogy egy bolygókerekes hajtómű van a motorhoz rögzítve. Kiválaszthatja a motort nem a 17-42 mm-es motorból, nem a 34-86 mm-es motorba. A motor hossza a motortest hossza, kivéve a motor tengelyét, és választhat kicsi, közepes, nagy és extra nagy hosszúságot. A hosszok a motor méretétől függően választhatók. A kódoló felbontása a táblázat szerint is kiválasztható. R jelentése RJ45 típusú csatlakozó. Kétféle csatlakozó létezik, az M csatlakozó és az RJ45 csatlakozó. A sebességváltó és a fék specifikációi is rendelkezésre állnak. A sebességváltók bolygókerekes hajtóművek, és az áttétel a táblázat szerint választható. A fék nem gerjesztő típusú, amely a tápellátás megszűnésekor aktiválódik. Segítségével például megakadályozhatja az étengely terhelésének esését. Kérjük, tekintse meg a katalógust a részletekért. Ezután nézzük meg az Easy Servo Tuplue Ault termékek jellemzőit. Az Easy Servo Tuplue Ault Ethernet alapú zárt hurkú léptetőrendszer. Az Easy Servo Tuplue Ault egy Elinon termék, amely egyesíti a motort, a nagy felbontású kódolót, a meghajtót, a mozgásvezérlőt és az Ethernet hálózatot. Mivel a hajtás a motorhoz van csatlakoztatva, nincs szükség a motor és a jeladó kábelének húzalozására, és nincs szükség külön vezérlőszekrényre a hajtás telepítéséhez. A helytakarékosság és a húzalozás csökkenése költségcsökkentést eredményezhet. A tényleges példákat később ismertetjük. Amint azt korábban kifejtettük, a Windows alapú API és a GUI a PC felhasználók számára biztosított.
egyidejűleg több alkalmazást is futtathat. Ezzel a GUI programunk segítségével akkor is nyomon lehet követni a paraméter értékeket, az I/O állapotot, a pozíció értékeket, a sebesség értékeket, stb., amikor az ügyfélgép programja fut. Például ellenőrizheti, hogy a határérzékelő megfelelően működik-e a gép beállítása során, ha a GUI-t egyidejűleg futtatja. Ha probléma merül fel az ügyfélgépi programjában, akkor azt a GUI programunk felügyelheti, így hibakeresésre is használható. A beépített kettőportos kapcsoló hub lehetővé teszi akár 254 tengely csatlakoztatását is. Az -485 indiai rúpia kommunikációs típusú termékhez, az Easy Servo All-hez képest, amely akár 16 tengelyre is korlátozódott, az Easy Servo 2 Plue All 10-szer gyorsabb kommunikációs válaszidővel rendelkezik, így látható, hogy a csatlakoztatható tengelyek száma nőtt. Ezen kívül egy nagy felbontású kódoló is csatlakoztatva van a pontos pozíció vezérléshez. Ez a motor méretétől függ, de akár 20.000 PPR felbontású kódoló is használható. A léptető motor jellemzői miatt nem igényel külön erősítés hangolást, ami csökkentheti a karbantartási erőfeszítéseket. Például csak bekapcsolhatja a motort, és működtetheti erősítés beállítása nélkül. Mivel a tartási nyomaték nagy, a szervóhoz képest nincs rezgés a megállás után. Általánosságban elmondható, hogy a léptető motor vezérlésekor a motor hője problémát jelent, mivel a maximális áram a terheléstől függetlenül áramlik, de mivel az Easy Servo a terhelésnek megfelelően szabályozza az áramot, mint egy szervó, a hagyományoshoz képest viszonylag el tudja nyomni a hőtermelést léptető motorok. Eddig megvizsgáltuk az Easy Servo 2 Plue All jellemzőit. Most megmutatom a bemutató videóját, amelyen az Easy Servo 2 Plue All terméket alkalmazták. Ez a bemutató a nagysebességű rövid távolságú mozgást mutatja, amikor a lemezen és a rúdon áthalad az Easy Servo 2 Plue All 2 tengelyével. Egy rúd van rögzítve a forgó motor tengelyhez, a másik motor pedig előre és hátra mozog, hogy keresztezze a kis barázdált lemezt és rudat. A bemutatóban használt terméknevek a következők. Láthatja, hogy a rúd és a lemez ütközés nélkül összekapcsolódnak, miközben a két motor nagy sebességű, rövid pályán mozog. Mivel az Easy Servo 2 Plue All zárt hurkú léptető rendszer termék, a pontos helyzetszabályozás nagy felbontású, akár 20.000 oldalperc kódolóval lehetséges, és a jellemző miatt optimális a nagy sebességű, rövid hangú mozgáshoz. A léptető motor megállítása után vadászat nélkül. És az Easy Servo 2 Plue All egy Elinon termék, amely egyesíti a motort, a nagy felbontású kódolót, a meghajtót, a mozgásvezérlőt és az Ethernet hálózatot. Tehát nincs szükség a motor és a jeladó kábelének húzalozására. Ennek a terméknek csak tápellátásra és Ethernet kommunikációs kábelre van szüksége. És nincs szükség külön vezérlőszekrényre a hajtás telepítéséhez. Így csökkentheti a húzalozást és helyet takaríthat meg. A következő bemutató az Easy Servo 2 Plue All 3 tengelyéből áll, hogy irányítsa a Delta robotot az IGUS-ból, Németországból. A bemutatóban használt terméknevek a következők. Amint azt korábban említettük, az Easy Servo 2 Plue All egy Elinon termék, amely egyesíti a motort, a nagy felbontású kódolót, a meghajtót, a mozgásvezérlőt és az Ethernet hálózatot. És támogatja a kétféle konnektort, az M csatlakozót és az RJ45 csatlakozót. A bemutatónál alkalmazott kódoló felbontása 10.000 PPR és legfeljebb 20.000 PPR. Mivel ez egy Elinon típusú termék, amely egyesíti a motort, a nagy felbontású kódolót, a meghajtót, a mozgásvezérlőt és az Ethernet hálózatot, ezért nem igényel külön helyet a meghajtó számára, ami helyet takarít meg. Ezen kívül nincs szükség motorkábelre vagy kódolókábelre, ami megtakarítja a húzalozást. Az IGUS Delta robotja rövid szögű mozgással rendelkezik a szíjtárcsa szerkezetének köszönhetően. A léptető motor jellemzője, hogy leállítva a legnagyobb erőt hozza létre, így sebességváltó nélkül is vezérelheti a Delta robotot. Így közvetlenül felszerelheti a robotot a motor tengelyére.
Ha megnézzük a motor tényleges mozgását, akkor a Delta Robot mechanikai felépítése miatt a Delta Robot mozgatására a rövid lépcsős mozgás alatt működik. A léptetőmotor optimális az ilyen rövid távolságú mozgásokhoz. Ezen kívül, ha az Easy Servo 2 Pluralt közvetlenül csatlakoztatja a számítógéphez Ethernet porton keresztül, egyszerűen vezérelheti azt a FASTECH által biztosított API-val. Végül, hogy elmagyarázzam a helytakarékosságot, a vezetékek megtakarítását és a költségek csökkentését, példaként mutatok egy héttengelyes robotot. Általánosságban elmondható, hogy a robotba szerelt 7 motor működtetéséhez 7 motorkábelre és 7 kódolókábelre van szükség. Sok vezeték volt, mert összesen 14 kábelt kellett csatlakoztatni a vezérlődobozba szerelt meghajtóhoz. Ezen kívül a vezérléshez külön vezérlődobozra volt szükség, amely helyet foglal. Ha az Easy Servo 2 Pluralra cseréli, akkor motor, nagy felbontású kódoló, meghajtó, mozgásvezérlő és Ethernet hálózat, több funkciós termék és mini meghajtó Easy Servo 2 Plue Mini, ennek eredményeképpen helytakarékos és kevesebb kábelezés lehetséges. A bemutatóban használt terméknevek a következők. Nincs szükség a motor és a kódoló bekötésére, mert az Easy Servo 2 Pluralt, egy Elinon termék, amely egyesíti a motort, a nagy felbontású kódolót, a meghajtót, a mozgásvezérlőt és az Ethernet hálózatot a 7 tengelyből 5-ig. Ezen kívül az Easy Servo 2 Plue Minit a 7 tengely közül 2-re alkalmazzák, az üreges tengelyre és a fogó tengelyre. Mivel a mini vezető kicsi és könnyű, közvetlenül a robot testére szerelhető. Más szóval, mivel a motor és a hajtás közötti távolság nagyon közel van, a motor és a jeladó vezetékei is nagyon rövidek lennének. Ezért az Elinon termék Easy Servo 2 Pluralt és az Easy Servo 2 Plue Mini meghajtó használatakor nincs szükség külön vezérlő szekrényre. A tényleges húzalozás csak egy Ethernet kommunikációs vonal a PC-től és egy 24 voltos tápvezeték. Összefoglalva, mivel a kábelhúzalozás csökken, nagy hatást fejt ki a költségek csökkentése és a kábelezés miatti meghibásodás megelőzése. A közelmúltban az okostelefonokhoz kapcsolódó gép mérete kicsi és sok motor van. Tehát a vezetékek és a hely egyre fontosabbá válnak. Eddig bemutattam az Easy Servo 2 Pluralt. A FASTECH webhelyéről www.fastech-moussons.com letöltheti a termékekkel kapcsolatos anyagokat, például katalógusokat, kézikönyveket, rajzokat, bemutató videókat és webináriumokat nézhet. Továbbá, ha FASTECH kifejezésre keres a YouTube-on, akkor több mint 100 bemutató és webinárium videót láthat. Köszönöm, hogy meghallgattak!